pár nap van még karácsonyig, az ünnep többek között az ajándékozásról is szól, ezért megnövekedett az üzletek bevásárlóközpontok forgalma, így üres parkolóhelyet szinte nem lehet találni Nyíregyházán sem. A nyíregyházi belvárosi automatáknál folyamatos a parkolójegyek kikérése, de sokan használnak mobiltelefonos parkolásindítást. A következő napokban azonban nem kell a parkolásért fizetni a Szabolcsi megye székhelyen. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ingyenes lesz az ünnepek alatt a parkolás. December 22-től 2017. január 1-jéig ingyenesen lehet várakozni a társaságunk által üzemeltetett parkolókban. Ezzel együtt a parkolási csoport ügyfélszolgálata is zárva lesz. 2016. december 23-ától 2017. január 1-jéig. Szóval felhívom a figyelmet, hogy 2017. január 2-án hétfőtől már fizetni kell a parkolásért, és ekkor nyit ügyfélszolgálati irodánk is. Az ingyenes parkolással több száz vagy akár 1000 forintot spórolhatnak az emberek. Én örülök neki, hogy ingyenes lesz a parkolás, ugyan a belvárosban én nem szoktam parkolni, házunk előtt meg amúgy is ingyen parkolok, de aki belvárosban jön vásárolni, annak ez egy nagyon jó dolog. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több nagy településen ingyen lehet parkolni egész évben, például Fehérgyarmaton és Mátészalkán sincsenek automaták vagy parkolóőrök. Kisvárdán a megszokott rendszerint hétvégén és az ünnepnapokon ingyen lehet majd megállni, Nyíregyházán pedig január 1-jéig nem kell fizetni a parkolásért.